Könnyedem jön meg? Hát csak megszületni volt nehéz, szokták mondani. De nem, mert én ugyanúgy elkezdtem, és ha nem is szamállít rá, de azért nem akarom számokat hegyezgetni, de azért 40-valahány éve csinálom, és az első pillanatok kezdve majdnem, hogy profin. Nincs még egy az övéhez hasonló, évtizedek óta tartó töretlen sikerszéria Magyarországon. Hogy mi a titka? Nem tudjuk. Talán ő sem. Talán nincs is titok. Egyszerűen van egy ember, aki fantasztikusan énekel, zseniális dalokat ír és hihetetlen erőt ad át a színpadon. Ja igen, és úgy hívják, hogy Demjén Ferenc. Sem tudtuk, hogyan szeressünk, csak fogtuk egymást. Amíg gyöngött a szerelmünk, nem láttunk mást. De sem bírtad már a kalickát, miért maradnál? Hiszen minden szívnek szárnya van, s néha elszáll. A vonat nem vár, sorompó áll, és a szerelem, ha beindul, nincs megállás. A vonat nem vár, elindul már, és a szerelem vonatból nincs kiszállás. Mindig egy vonatban utaztunk, indulástól. Ki sem szállunk, míg az idő majd kiszámol. Néha egymás mellé kerültünk egy állomáson, s néha helyet kellett cserélnünk, hogy más beszálljon. A vonat nem vár, a sorompó szerelem, ha beindul, nincs megállás. A vonat nem vár, elindult már, és a szerelem vonatból nincs kiszállás. Amerre jár, nagy zaj csinál, ha néha csípa püstje ne sírjál, te is felszáll, helyet találsz, bár néhány ismeretlen arcot látsz, jó helyen jársz.
ugyanaz az apropója, mint tavaly, amikor ezen a helyen ültünk, hogy Demjén Ferenc évvégi koncertsorozata következik hamarosan. Hál' Istennek, végül is olyan hosszú koncertsorozatnak nem lehet, de 4-5 koncertünk lesz, és a legvégén a Budapest arénában a nagy évvégi záró koncert. Ezt az évet is le kell zárni valahogy. Uh-huh. Ha nem ismernélek 25 éve, akkor lehet, hogy azt kérdezném meg, hogy ennyire kíváncsiak még Demjén Ferenc zenére. Hát úgyhogy olyan dózis kapnak a kereskedelmi televíziókból, és mégis mindenütt telt házzal mész. Én nem tudom, ezt ne tőlem kérdezz meg, ezt elsősorban a közönségtől, hogy miért fogadták meg, hogy minden egyes bulira úgy jönnek el, mint hogy a klubba jönnének, és én ennek nagyon örülök, mert én is úgy érzem magam ilyenkor az évvégén. A televízióban persze döbbig van, hát nem rólunk, nem amikor osztályunk szerepel ott már, hanem a fiatal tehetség, aki meg fogja váltani a világot, valószínűleg legalábbis úgy néznek ki. És nem is van fontos annyiszor szerepelni, mert akkor lassan belekerülsz abba a bizonyos szelebb csapatba, aminek most én nem tudom megmondani, hogy előnye vagy hátránya van. Esetleg mi nem vagyunk benne, a közönség a plakátokról, vagy rádióból, vagy talán innen is tudja pontosan a dátumot, és akkor sorakozó. Most sokkal több koncertet vállaltál decemberben, hívjuk bejátszó koncerteknek, mint az elmúlt években. Hát többet, mert több lehetőség volt, nem tudom, máskor december környékén már nem nagyon rendeztek koncertet. Most ezek szerint jobban állunk, és nekünk pedig olyan szempontból segítség, hogy azt a műsorot, amit itt játszunk és először játszunk, azt be tudjuk egy picikét rögzíteni, tehát nekünk nagyon jó, hogy lejátszhatjuk ezt többször is, tehát nyilvánvalóan más lesz a sportcsarnok hangulata is, a látvány is, és minden más. És hát nagyon sok szeretettel várunk még mindenkit, akinek nem sikerült, mert most nagyon beindult a jegy eladás állítólag, és hát nem tudom, hogy mennyi van, még mennyi nincs. Ez a zenés műsor, Rózsi, most nézzünk meg egy dalt tőled, van bőven, és utána folytatjuk. Hogyha eltűnünk egy perc alatt, velünk semmi sem tűnik el. Mindig itt vagyunk egy ég alatt, lehet észre sem veszel. Lehet, hogy gyors, ahogy repülünk, szemed lassú, s nem fog fel. De a gyermeket már észrevett, bámulták szemmel ránk, mert ő nemrég s tisztán született. Nem érti, miért nem látható, aki szabadnak érkezett. Láthatsz, hogy csak tengert úszunk át, felökről lábat lógatunk. Ezek mi vagyunk a szabadság vándorai. Szökünk a sötétség elől, falakon átrohanunk. Ezek mi vagyunk a szabadság vándorai. Néha lelkeden nyiss egy ablakot, mert csak így érhetsz utol. Arra nézz, hová vágy a ti, mert mi ott leszünk valahol. Láthatsz, hogy ha tengert úszunk át, felőkről lábat lógatunk. Ezek mi vagyunk, szabadság vándorai. Szökünk a sötétség elől, falakon átrohanunk. Ezek mi vagyunk, szabadság vándorai. Nem tudom,
siamo su azul. Te újra kezdenéd. És ha lennének ilyen, már akkor is lettek volna mondjuk ilyen tehetségkutató versenyek, akkor te olyan fiatal zenész voltál, ahogy te indultál volna ilyesmi? Zenész, mivel olyan régen volt, és akkor ilyesmi nem is volt, most arról nem beszélve, hogy a televízióban csak úgy jutottunk be, hogyha volt valami kulturális műsor esetleg, vagy mint egy szilveszteri műsor, olyan betétnek, szóval az nem volt a zenészek, tehát a rock zenészek, vagy mondjuk a beat zenészeknek a paradicsoma, de attól függetlenül lehetséges, hogy ha értem, de hát ilyen nem tudod elkezdeni időeltolódással ezt a nagy különbséget, amely én indultam, az akkori Táncdal Fesztiválnak hívták, azon indultam egyszer, második lettem. Emlékszel még, mit énekeltél? Igen, az Úgy Szeretném című dalt, amit még most is repertoárban van. Igen. És szóval nem akkor eszembe, ha lett volna ilyen, nem tudom megmondani, mert akkor még eszem se volt szerintem. És a másik pedig, ha tudnám, hogy mire megy ki, vagy ilyen körülmények között, akkor semmiképpen. Uh-huh. Semmiképp, mert ez nem igazán profi, ott profik léptek föl, azért mindenki profi volt. Uh-huh. Erre majd visszatérünk, de úgy tudom, hogy a Bergendi is véletlenül került be a tévébe, és óriási sztárok lettetek egyik pillanatra a másikra. Hát, tulajdonképpen azután, hogy összejöttünk, tulajdonképpen azután rögtön egy szilveszteri műsoron mi voltunk a hiánypótló, a Hofi és az Éjfél között, és a Hofi Ásten egy gyorsabb volt, 10 perccel kb. És akkor nekünk először azt mondták egyet, és aztán kettőt játszottunk. Ez mind a kettő volt, egyik a Fázom, amelyik az első kislemezünk volt, a másik a Mindig Ugyanúgy, ami szintén repertoárom volt. Igen, igen. És a Fázom az nincs? Az is rajta volt, még a mostani az idei fesztivál, a repertoárom rajta volt. Ezeket a dolgokat mindig elő lehet venni, hál' Istennek, egy picit leporolod, de nem is olyan porosak. Szóval. Ezek nem porosak, ezeket annyit játsszák, hogy nem porosak. Ja. Nem élhetsz egyedül, kell, hogy most is várj. Van 100 olyan út, ami rosszul sikerült, de a jó még vár. Hiszen mindig itt van a remény, s a holnap rád talál. Úgy elrohanunk, kevül, észre sem veszed. Pont az, akit vársz, egész életeden át rég ott áll melletted. Mert nem elég csak két szemmel látni, hát is ki lelkedet. Keresem, ami még rám vár. Mert nem elég csak két szemmel látni, hát nincs ki lelkedet. Úgy sem hiszem el, hogy elveszett a szerelem életemen át. Mindig újra keresem.
sem, úgy sem hiszem el, hogy elveszett a szerelem. Mély sebeket vág most is még a szívemen, úgy sem hiszem el. A felvételhez képest a mai napon egy újságcikk jelent meg, miszerint kicsit lehúztad a tehetségkutató versenyeket. Hát amennyire lehet, hát nagyobban nem lehet lehúzni, nem, hát lehetne részletezni, de attól függetlenül nem. Ez melyikben jelent meg, a Bosba? Igen. Hát hogyha ugyanazt olvastad te is, mint amit nekem elküldtek, akkor abban nagyon gáz nincsen, de hát ott mindig utolsó pillanatban dől el, hogy mit húzunk ki. És, hát én a véleményedre kíváncsi volnék. Megmondom őszintén, hogy nekem már akkor se tetszett, mikor elkezdődött, és utána itt ilyen döpping lett, mert ez nem egy dalverseny, nem egy tehetségkutató, ez egy karaoke valami, ahol négy teljesen indiferens ember megmondja, hogy mi a véleménye a srácról, hogy néz ki, vagy a lányról, hogy néz ki, kinek ki a szimpatikus. Érted, még ez is rajta van. És hát tulajdonképpen ez már attól függ, hogy mit tudom én, van egy teljesen független zsűr, aki legalább zenészekből is áll, szóval ahol legalább van egy-két zenész. Ez bocsánat, nem akarom személyesen venni azokat, akik benn vannak. De hát mindesetre az egész egy cirkusszá fajult, aminek semmi, de semmi. Olyan emberek esnek ki, akik nagyon tehetségesek, olyan emberek maradnak ki, akik vagy furcsák, vagy dilisek, vagy valami miatt kikapja a közösség, vagy ha ezért zsűri, hogy ez nagyon jó lesz a hakniban, vagy valami ilyesmi. Én nem tudom, de kizsákmányolják őket, és az ő miattuk, illetve a következő nem tudom még hány ilyen vetélkedő miatt mondtam én ezt, hogy csak tönkreteszi egyrészt a szakmát, elsősorban a gyerekeket, másrészt a szakmát is tönkrete, mert itt szóltos módon felhígítja. De ez nem akkora ország, mint Amerika, ahol Bibel gyerek az nem tudom hány millió embernek szép, ez egy másik világ. És nálunk ennyire nem kéne tulajdonképpen, mert az, aki most bejött első volt, és sztárolják, és szójatosan sztárolják, talán túl sztárolják, az jövőre le lesz sepperve egy következő hasonló ember miatt, tehát végül is nincs. Hát nyilvánvaló nagy a vidék, nagy Magyarország, Budapesten kívül is, tehát ott azért van ennek piaca, de őszintén szóval ez nem viszi előre a muzsikát se, mert nem magyar dalokat játszanak, nem saját dalokat játszanak, nem olyat, ami... De milyen dalokat próbálnak énekelni? Igen, de most már nem próbálnak, mert kértek, de én nem engedem meg, mert azok a dalok maradjanak úgy, ahogy voltak, és ezt nem kell megstrófolni. Akárhogy nézem, színházban vagyok, bárholból néznek rám furcsa alakok. Mindenki mást hisz, más szint visel, s valódi arcát álhasz rejti el. Mégis meddig éljünk álarcok mögött, mit kell eltitkolnunk így egymás között? Volt sok idő, félelemmel telt, még a madár is félve énekelt. Elmúlt talán számára a szó, tán új világ jön, mi elfogadható.
hiszen miért is éljünk álarcok mögött? Mit kell eltitkolnunk így egymás között? Engem így fogadj el igazán, mert más nem lehetek. Miért keresnék ezután újabb szerepet? Csalhat a világ, de mi nem csalódhatunk. Ilyennek születtünk, s már így is maradunk. Volt sok korát, úgy éltünk az előtt. A félreértés közénk ritkán költözött. Lassanként mégis nőttek nagy viták, de fent más döntött, semmi nem tartozott ránk. Miért is élünk most is álarcok mögött? Hisz a régi színház már elköltözött. Engem így fogadj el igazán, mert más nem lehetek. Miért keresnék ezután újabb szerepet? Csalhat a világ, de mi nem csalódhatunk. Ilyennek születtünk, s már így is maradunk. Változnak a dolgok, mi nem változunk. Szeress hát, ha kellünk, úgy, ahogy vagyunk. Fogadj el igazán, mert más nem lehetek. Még keresnék ezután újabb szerepet. Csalhat a világ, de mi nem csalódhatunk. Ilyennek születtünk, s már így is maradunk. Engem így fogadj el